Juhú! Megtalálta valamit, ami szüksége lehet. Mi az? Beszedugod hozzám a csőd? Csörmesztel! Hát oké, éppen ez között, bűnözött leszek. És melyik az illető? Az az illető, aki pontosabban belapakadott a mi kitenletünkre, ami nem túl kedves rádvány. Úgy érted, hogy a vezetett doktor Romboló ott lakozik, ott, ahonnan senki sem járt oda. Mindenképpen csak, hogy a kégyelmekét akarja. Hát igen, addig is folytassa a legnagyobb munkáját. Én meg addig repülök a kapitányért. Milyen kell neked a kapitány? Hát mert csak ő írti meg ezt a szakmát. Na repülök! De a saját felelősséged le, Doki. Hú, nem gondoltam, hogy ebbe a házba. Hát kezd is csókolom, Dokikám! Gyert! Mi állatban elne? Hallottam, hogy valami bűnözött kész. Én ebben szíveszett? Nem kösz. Gondoltam éppen Szabi vagyok, mert Borkai beszélgel elégett. Borka volt? Hát persze, ő most mindenítők legnagyobb kung-fu mester. Nézd, amit tudok. Bácsi, gyakorlom. Így szokták tenni. De tudja, hogy a maga élete fogok használni. Fáli, biztos van benne, hogy egy betölszem léphet be az én területem. Ahogy óhagyja. Fincsikája. Na, hosszad gyere. Még egy nyomvat podcastet tudnék fejlődni. Várjak. Oda megyek szépen a kapitányhoz, és szépen megmondom neki, hogy menjen nyalgatni. Jó napot! Á, drága öreg Rob! Örülök szépen, hogy itt látom magát. Mit szálltál szépen? Kérdem rondaságodat, hogy mi lenne, hogyha elmennél picikét nyalgatni. Nyalni? Ez óriási. Mondd el már is, hová is fogok menni? Láttam valami jobb helyet ahhoz, hogy végül megnyugtasd az idegeket, tudod az ideg? Ugye maga orosz? Mi? Nem. Jó, tudom, csak megfeltem. Na, ha engem kezd, akkor tudod, hol találsz. Viszlát, kapitány. Te jó, én fel fog robbanni. Szálltam én, pesz a beszél. Végül is miért mennék én nyaralni? Itt érem jön magam. Valami kézzel lettem ottan. Rohannunk egy csőmesztelét. Lehet, hogy ide orvosságig kell. Csak is leszedített, ahogy jót azok tud. Lehet, hogy szegény drága hűvösnök bajászott. Szép napot, drága csőmester úr. Jó napot. Nagyon iszonyok együtt, aki pontosabban nem ügyezett. Csak nem találkoztunk mi már.
billennék a régi harcosztásod. Ez remek. Tesz igen nekem. Má is rohanok a Tokihoz. Maga nem jön uram. Ittenen leszek. Kérem, ahogy óhajtja Uraságot. Hol tesz meg, te vénydisznó? Gyere már ide, te! Hihetetlen, hogy még egy idióta szed tudna felvenni téged. Hihetetlen. De drága kapitányom, gondolj szegény özvegyeidre! Gondolkodok, tehát vagyok éppen szégyen. Arra gondolok, ha szépen elmegyek egy strandra. Maga is látja, hogy ez nem helyes. Mi nem helyes? Az, hogy maga végképp is faképni adja. Te féltékeny csacsi. Na de drága csörmesztel úr. Ki miatt aggódik? A drága kapitány miatt. Attól tartok, hogy elhagyja ezt a helyet. Vagyik, akkor utána kell repülnünk. Arra megyünk. Ról? Ki van csukva? Én arra nem megyek. Pedig te kénytelen leszel. Na jöjjön utána. Sose fogom bocsátani Tokikán. Csörmeszte úr, egyáltalán mitől aggódik? Szeretném kihallgatni ezt a vén csúkot. Szóval jól értem igazából. Tényleg egyáltalán Szaúdra akar menni egy új lakásért? Ahogy mondja. Mondja, nem fél attól, hogy mi történik? De ahogy félek attól, szóval akkor elvigyem az autóját. Jó, de előre is figyelmeztetlen magát, hogy szegényebb vagyok, mint a templom egere. Kukuszén, mindig előbb viszont rátni a régi pajtásokat. Lecsapok. A törvény nevében. Kázd, idéz szépen, van ettől ez feltékeny. Mint azt tudja, hogy... Jó van, megyek. Felhojító, hogy engem el zaklatni a étvégi közben. Hihetetlen. Na csak a kapitány, hát mit művel maga ott? De ezt lága mi nyóka, vagy hogy is hívnak? Tudnak hívnak, de gondolt a szólíthatsz így. De komolyan, ki küldött el téged? Hát, Dr. Romboló küldte, egy beszége a saját étekében. Jó, arról nem feledkezve. Mióta tudod azt, hogy Rob egyáltalán szokott téged elküld bárhová? Eltűnő, mert ő a te ellenséget teljegyel is kiasztál. Igazán, nem gondoltam. Hát hiába, hogy ilyen ez a helyzet. De ha tudtam volna, maga ezt honnét tudja? Sajnos viszont elkövettem a mi ítéletet. Mi volt az ítéletem? Ki a tengerem volt, az a halál fia lesz. Na, most megyek, iszok valamit. Hát... Én erre nem gondoltam. Thank you.
Hát igaz, amit ő mondott. Tényleg a jövő áll mögött. A jövő szósza az én kezemben van. Hát oda vettem, a készüljész, én nem ajánlom neked, kapitány. Még a végé bajod eszed, vagy még annál rosszabb. Még téged le fognak ölni. Hát jó, akkor maga is velem jön. Mindest. Maga lesz az egyetlen tizenösem. Drága kapitány, nem vagyok szóhoz. De összekövetsz. Kipróbál leszel. Kinevezlek Zsuzsu Ördögnek. Az ördög mindig legyen tetre kész. Mert ha nem, akkor még szenvedhet el a kapitány büszkesége. Váljon, kapitány, váljon! Tudni akarom, milyen készül a kapitány. Most figyeljen ide, elefánt! A nagy dolga az, hogy mindig a majka adja magát. Figyeljetek, hogy mit tudok. Bam! Igazából nem értek ezt szót se. De ez mi? Hello? Hello? Itt elefánt jársz a párti. Hello? Hello? Mi ez az a patája? És miért nem vagy te az órán? A kapitány az? Mutasd! Hello? Kapitány! Hát maga itt! Csak nem képzelj azt, hogy itt akarja anyni. Bocsánat, össze-vissza veszélyek. Saludon, ott táborozik. Jó. Azonnal megyünk. Na viszont. Néhány piószát. Éppen nem látni az embernek. Utána kéne volna mennünk. Vedd a kabátod, övesztem. Indulunk. Bocsánat. Néha hittem, meg vagyok ilyet. Például is menjünk. No, nekünk ez egy autók? Nem, mi inkább az a bogávonattal menjünk. Bogávonat? Majd elfelejtettem, hogy én teljes szörnyem van a bogálak közt. Te feltékeny csak így gondoltam, hogy ezzel vissza a séba. Jaj, kapitány! Jön az kajikába keveredtél? Hát csak a kapitány bőnöztél. Azt hiszem, hogy kutya legyek halottan nincsen. Kapitány, olyat valóban vagy! Sajnálom, kapitány, de azért te kényszerítettél így rá. Zsuzsu! Ó, de szörnyű lémámai voltak. Támadtam, hogy Zsuzsu véletlen eltűnt. Már megtörtént, kapitány? Örmesztelem. Hát, maga itt?
égen földön kezdtek felkaltak hívni. Hol volt helyek a sokáig? Ja, csak éppen nyaralgattam, épp ezért kér esetleg kólát. Nem kérek semmi a kólát. Ilyen nagy mafelát fogsz kapni. Jöjjünk, menjünk haza. Betolaszoltál mindent. Tessék! Egészen biztos. 100%-ig. Na jöjjön. Tisztelbe egy kis kuszkókám. Hát ez igaz. Tényleg betolaszolták ezt a kerítést? Na jó, nem tettünk semmit. Fel kell áldozni magunkat. De mi ez, ha a szak szemmi, mi lesz a? Megoldás kell. Kell lennie valami jó kínálatnak is. Innen nem lesz piszkolta. Várjatok! Kitalálta valamilyen jó kiállatot? Egek, megint csak az eléptek. Nélkül mit hagynak? És miért? Hát, hogy éppen a kapitány életét áldozza. Hihetetlen. Úgy látszik, hogy ott a viszotta megvan. És ott van a mobil az. Nagyon olvatoztak. Nem vagyok én hülye, hogy egyáltalán csak a böngészek. Böngészkedtek a fejemben. Egek, kihez mentél felszégül? Amikor mentél felszégül, még nem találta fel senki sem azt a böngészet. Állj! Azt a szigátom adottam. Próbáljuk szintén megmenni. Kapitány. Mi az? Csak éppen odakoztak rajtam. Tobb el jöttem. Jó van, te ünneplen tovább a csikány. Próbáljuk a helyzetlenni. Mindjárt ott kéne, hogy legyünk. Mindjárt ott leszünk. Mi a bulvánat ez? Most ezek röhögtetnek nekem. Útra tüzető 130 Burger King. Te drága kislányom is láthatna. Egy pillanat, hol van Zuzu? A látod lelépet, épp ezért azért, hogy tőled akar megszabadulni, emlékszik? Ő csak átvel téged. Épp egysége azért nevedett ki a lelnöknek, hogy tőled megszabaduljon. Ezt jó szad eszébe. Ő tényleg kihasznál. Ezt tekintsd balasznak. Na, gyerünk vissza a kocsihoz. Vajon hol jár, Zsuzsa? Nagyon szóval mondod, de ehhez a tervhez nem vagyok ennyi alkalmas. Hogy mi minyonok vagyunk. Engem nem érdekel. Találjanak ki valamit. Legalább valamit, de el tudnám telgetni a kapitány figyelmét. Ez volna néhány teendőm. Jöjjön utánam. Pont ez lesz az. Az én laboratóriumom. Mondjad legalább rövidre. Hát kérem szépen. Nem nagyon jöttek ezeket, de én viszont tudnék ajánlani valamit. No hát, igazán más is te vagy.
Hát az a fog be. Na, én már jobb. Csak súlyban. Nos, ha is van ez a falszag, ilyen lesz. Megmutatom. Bemutatom magának egy rendkívüli találmányomat. A Bolzika 3000-et. De most tiek nőnek nézel? Attól tartok, nem. Háj. De ezzel odatos félközi ahhoz a kapitányhoz, hidd el nekem, ez jó mókának tűnik. Végre bosszút állhatok a kapitányhoz. És hogy működik? Fog legalább működni, ha maga belebújik. Olyan fura érzés. Hey! Hoho! Most kezdjél járni. Így gondolod? Oké. Jön. Szép lezen. Hallihó, szép fiú. Nagyon jó pofát vágsz. Ez remek! A találmányom mégis bevált. Most pedig ideje lesz távol tartanunk azt a kapitányt. És én fogok kiszépetni. Jaj, csak nem nagyon rúgtalak. Mindjárt nagyon rúgnak te szemét. Na, kész van. Még szép. Vigyázz, kapitány, mert jövök. Hiába, nem szokott nekem kifizetni. Na és ki fog fizetni a kávét? Tisztelt drága kapitány! Köszönjük, hogy maga elkapta a drága zírót. Én nagyon hálás lennék érte. Ha ez lett volna a mi kötelességünk. Mitől hoztunk neked egy valódi ajándékot? Ó, üdvözölte szép a drága hugocskámat, az én pisilányomat, Miss Bundajajt. Na, mi ez? Ez az. Oh, hello, bizonyám. Hát, mi? Ez a trükk, csodás, magas. Engem osztál, nem zavarol karban. Szerenre híres, éveszünk ki a szeretet. Hogy teltel a kapitány? Dien faképni a cakot azért, hogy szépen elhagyja a barátságunkat. Nagyak, nagyak, nagyak. Hát, Missy hozott el a kis fejt. Látom, hogy a kapitány jött a busz. Igen, szegény kapitány nem tudom, hol lett. Sajnos elvesztettem, és miért? Mert véletlenül megszöktem attól a sajnustól. Sajnud ilyen sajnudon. Nézd meg, vannak milyen következmények. Ezt nem érhetően nem vagyok neki. Aki most Dr. Romboró, ahogy mondtad. Nem lehet igaz. A kapitány Dier le akar cserélni engem. Mellettek. Van nekem egy autó. Oda vezetlek hozzá. Hát akkor próbálj oda vezetni. Különben téged le foglak tartottatni. Ugye nem akarod úgy érkezni, mint ő. De menj! Tudhatnál éppen miért vagyok ennyien a szelkóban. Nem hiába mondják, hogy igazán ravaszti róka vagyok. Azért gyűjtünk ma itt össze, hogy a két bálunkat éppenséggel kiválasszuk a kapitán meg a bűzike közül. Éppenséggel szóljon, hogy hallgasszolok rám, hogy meg fejlesz felszik vagytok. Úgyhogy éljetek boldogul. Most legyék a buli. Hát persze, kapitán.
Fajta, hoztam neked valamit. Hoztam meglepít. Vigyázzat! Jó van, kapitányom. Zsuzsu, te egész végig itt voltál. Miért azt szóltál korábban? Megvédtem. Te azért kapsz tőlem valamit. Kis szó. Nem vagyok hatás. Tudom, ne hozzáj már okát, Jézus. Látod, mégis ki van. De miért csinálja ezt? Valóban fogja fel, igaz? Épp eszége ezzel fognak meghipnotizálni. Miben gondolja, hogy... Mi kevertek? Kapitány, jó van? Azt hiszem, hogy én most... Kapitány! Kapitány, tényleg magához! Kapitány! 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 Doktor! Ez egyáltalán nem épül fel, vigyázzak rám! Hölgy, uram! Önnek kiképzése van! Hogy? Mi történt? Ébredjen fel, magához tért! Ami kapitány, annyi halálra ijesztettél! Hol az a vingalá? Tudni akarom. Kapitány elfelejtette, hogy doktor Robboró ász előtt. Mi? Ez lehetetlen. Igaza van neki. Rob csak tényleg kihasznál a szentségét neki. Ha elkapom, úgyis kitekerem a nyakát. De ez nem jó. De már sokkal jobban. Ez azóta kutya vagyok. Nem mondja ilyet. Ez borzasztó, hogy még ezen a masszak ablakaszát tudok kiugrani. De nem tudtam. És nem jutok szóhoz, hogy egy percége van valami, hogy pont a szobba kell. Például ott egy lámpa. Alá megyünk át, hát persze. Kapitány, te zeni vagy. Csak, mi is vesztegetni valamiunk. A legszebb pépük olyanba töltök a jelen. Ebbe a kapitányba mi üthetett? Még az a lényeg, hogyha legalább ilyen melegben nagyon is leizzadok. Hát majdnem húrani kezd a tóljam. Új be! Doki, járt itt nálad a kapitány? Nem is tudom, a kapitánynak szehíje szalomba. Lehet, hogy elment a kis húrázba. Ez gyanús. Szabad! Doktor, hol a lányom? Eljött magához, és azonban nyoma veszett. Itt volt pár beendett betegünk, de a maga lányát nem kezeltem. Akkor is magához az oka, ha nem kell elő. És hol az a jó öreg kapitány? A kapitány? Az a baj nem jött. Mert épp eszégyel nyalani van. Magát nem kérdeztem,
Orszaból. Kerítik elő ezt a kapitált, akkor lógni fognak. Maguk, hol élök? Ó, ijedve, aha! Most kezdem igazán érteni. A drága kapitány nem jelent fel, mert éppenséggel rendezvúzik azzal a rókával. És éppenséggel rám akarja kenni. Mára elegem van. Hát akkor viszlát, Doki. Hív a kötelesség. Jó itt! Doki, aggódok a kapitány, hogy mi jöhet fel? Tudom, írogatok, de aztán nem válaszol. Hihetetlen. Akkor kénytelen leszek kezdeni. Jöjjön utána, Doki. Hú, na majd elkapom azt a kis csirkefogót. Abban van, kapitány, ellenkezőleg. Kezdek már alakulni, de igazából nagyon rosszul lennék tőle. Na négy, csak a drága csörmester úr. Hol voltak maguk? Már igen, földön keresztünk. Szazátatlant? Tudom, hogy épp maga mit művelt. És én tudom. Miért hadobálsz? Jaj ne, ennek szúlyos végét jelentheti. Ugye nem a főnököd járt, de igen, a kölykét kereste. Te étel ezt? Mit? A főnöke nagyon morszasz tud lenni. Lehet, hogy Eppelke viszont nagy veszélyben van. Hú, attól tartok, hogy véletlenül lebukott a vénbetyár. Inkább akkor bukja le, amikor szoktam. Meg kell mentenem a két kölyköt? Micsoda? Meg én? Beúszom szemben az árral. A kép ez az ége földön átúszkálnia. Hát csak egyetlenül tesz mozgászkét. Kapitál, ez őrültség. Az őrültség, hogy faképné hagyjuk őket. Hiszen maga a tesztőröm, úgyhogy viselkedjen úgy. Én maga is, Doki. Bocs, Doki, te ebből kiválsz ebbe a klubból. Úgy hoztam, hogy én megyek vele. Úgyhogy maga kimarad ebből. Tehát fel fognak dalabolni, Rob. Na és, nem értehetek róla, hogy egész nap csak hajkuráztam. Én persége ezért dolgozok itt. Még a kapitánynak jól mondja, neki viszont egy szabadságra kell mennie. És mi ezt a büntettel? Az később is ráér. Sokkal fontosabb a lazulgatás. Akkor viszlát, Doki. Hú, jó, hogy elmentek. Azt hiszem magamnak kell megoldani a messzeséget. Mi történt? Hú, jól érzi magát? Elkezőleg. Mi történt velem? Attól tartok, hogy maga gonosz lett. És egyáltalán nem örültem neki. Doki, ha meg nem tévedek, erről még szem akarod tudni. Tettem a tűzre a Doki, a kapitánya, de biztos, hogy ő lenne a barátom. Attól függ. De maga is tudhatná, hogy éppen szégen nagy pártba keveredtem miattad.
Most már nagyon sajnálom, de itt kell töltenie. Lát. De vajon, doktor! Én megváltozhatok. Kérem, doktor úr. Legalább hagyd lássam a barátnőmet. Jó rendben. Kösz, doktor. Azt hiszem, hogy mi mindegyet értünk. Egyetemét is menjünk. Van ez számodra, ez rendkívül meglepetésem. Állom is különben magának vége lesz. Oké, Rob, ti mit csináltok itt? Hát nem eszed bajot. Nem kapottál az eső? Nem. Szörnyen sajnálom, Toki. És Rob, elmondanád, miért álltál rám bosszú? Azért álltam bosszút, mert féltékeny voltam rád. Azért voltam rád, leszállnál rólam, ha megkérdém. Azért voltam féltékeny rád, mert mindig híjes ember voltál. Én csak meg akartam a lányod kezét. A lányom kezét. Rúg. Ilyek azért álltál bosszút, mert hozzá akarta menni Zsuzsihoz. Tudja, hát persze, hogy igen, Lacey kapitány. Muszáj. Meg kell tennem a barátnőm érdekében. Jó, hogy nem okozott nekem csörtölést. Befoghatnád, macsikám. Nos, Doki? Te vagy a Doki? Én vagyok, kapitány, adjon nekem még egy esélyt. Kizárt, elárultál, aljas kis árulóval, semmi más, csak egy penajle kis büdös kis kölyök, aki pontosabban csak a vagyonját akarja. Kapitány, én igazat mondok. Akkor mondd meg őszintén, miért kellett neked az a bosszú? Azért kellett nekem a bosszú, hogy magamnak adom mindent. És én hiányzik nekem. Ett is, hogy nyugodtan mehettek. Rob! Hájá, Rob! Mégis meggondoltam magam. Mégis velünk jöhet balta az ellenére. Kapitány, nem tudom, hogy lehetek ilyen hálás. Akkor ez példátlan sziker a pszichész babona általmak legüsztészére. Éppen szégyre készen állok arra, hogy feleségül vegyem azt, amit nekem jár. Ezt szeretem benned. Akkor gyerünk, és keressük meg a drága barátunkat, az én lányomat, tudja? Indulás! Vi
figyeljetek, Zak, majd ha eltadok. Oké. Okay. Egyabok. Mámo, mámo, bie, quanto m'avem dot. Mi ez? Ez felháborító. Hátványnak kész visszataszító. Letartóztatom! Hát maga az? Állj! Hát maga hogy kerül ide? Mit képzel, hogy kerül az én szobámba? A maga szobája? Ha nem tudnád, azt hittem, hogy a gyerekek itt lesznek. Hogy lesznek a gyerek? Valamit el kell magyarázni. Jóval jó étem el, Krisztál tisztán. A gyerekek nincsenek ottan? Nincsek. Épp ezért kitaláltam, hogy Clayton ne találjon rám. Clayton nem a gyermekét akarja, hanem engem. Értem, mi volt az az ügy. Holnap itt kell aludnotok, és aztán elmentek. Na és mi lesz a gyerekkel? A többi már ti dolgotok. Te rohadt áruló! Ezt miért csinálja? Megmondtam, hogy távozzon. Ma lehet mindig a gonosztevő. De most látom, hogy maga elárult az egész tagságát. Megyek is szólok a felügyelőnek, hogy rugatszák ki téged. Öt többé beszedegye a lábáját. Várjon! Kérem, beszéljük meg a dolgot. Örvét, már népelget beszélgettünk. Kapitány! Felnök, legalább adhatott volna neki még egy eszélyt. Na, mit tud maga, mióta innem? Tehetetlen vagyok. Véletlenül vézna vagyok, de az még nem azt jelenti, hogy én vagyok az egyetlen. De nem volt, hogy egyáltalán új féltékeny lettél. Amióta a fiad vagyok, mindig ez a szabály vagyok. Figyelj, én igazából nem akartam elkezdeni kapitát, de ez a kötelessége. Még a hold is lámos vagyok. Ez a fajta pontosabb a teljeséggel poros, vagy inkább sajtízi. A lőmélyén gyávaságot érzek. Hát ez túl gyávaság volt felnek. De jó gondolnak. Neküled mégsem jó lehet. Áj, ki van ott? Új, elkaptak szok. Én a nyakamat aki nem más, mint az ő lánya, vagy hogy
hogy nem az ő anyja, hanem az apukája. Clayton. Na, ne visszaerődj. Utatnál éppen széken. Nem szeretem azt, hogy valaki visszaerődj fel. Ez valami a fáj. Hát, kapitány, akkor nem tehetek tanulást. Kihívlak téged egy jó kis buszóra. Legalább megtudhatod azt, hogy te ezzel a liatmajnak, hanem is szaszolod. Majd fogsz. Nézd meg ezt a tengert. Hullámban biztos arra tudod győzni magad. Én pedig elmegy magad. Csak el kell mondanod. De semmi ezzel tudok befújanok, hogy inkább elkapad a hullám, és akár jó elfújja. Apután, gondolj a szegény lányát. Ha nem teszi meg, akkor már megteszem én. Ja, és én valami kapitány. Csak ezt csak beszöltem. Én gáldom magának. Én gáldom neked. Már is megköltem a kapitánynak. Bocsika, de a kapitány itt van. Hát azzal volt, de aztán persze igen, mert hogy szépen bebizonyítsa, hogy igaz a levegőhúzó kavaj lesz. Majd meglátja, majd küldök hetteket, macső. Úgy hetteket, macső. Van-e híja arról a nevezetes kapitányról? Mi? De ezt nem edem Sunset Beastnek. De az a lényeg, hogy jól felvettem, nem vettem fel fődörösi, mert nagyon szégyellem. Ó, mi az a szokúrám? Én azt mondom, hajtsuk ki ezt a ládát. Nem Doki, abban van a bizonyíték. Tehát ki használja ezt a bizonyítékot, amikor én nem? Hát így is jó. A célabázis megmutathatja, mit tud, Dokikám. Tehát ez a semmit személ. Valóban. És miből gondolja ezt? Csörmester úr, nem tudom maga irányítja. Há? Általában nem Csörmester csinálja ezt. Nézzétek, ekkor a hullámot. Apaszkodjatok. Dobja ezt a bizonyítékot. Hát, szeretném, ha tudnám, de... Jaj! Csermester úr, itt ragadtam! Jó, szága szegek! Doki! Vízben nem tudok mi mondani. Kedvázzak! Fajt biogegy, bázz vissza! Drága Jack Spike, ugye, hogy milyen jó kisfiú voltál, tessék, hoztam neked valamit, kutyakex neked? Köszönöm. Na, ez már jobban ad a nagy poénnak. A poén azért maga a poén.
Még mindig nem értem. Hát én ez az. Volna néhány tippem a kapitány kinyomasztására. Nem mondod, de mondom. Elmenjünk a pátia, és akkor majd elmagyarázom neked. Főnök, igazán leketeleztél? Ho-ho, megyek már. Nap az egész világ megtudhatja, milyen jó, hogy a kapitány vesztésre fog állni. Ez az. Megjöttem. Mi az a nagy búz itt? Miért búslak ottok? Na, sejtesse ki magát. Itt még mi történik? Hát, jó, hogy maga itt van, kapitán, mert rossz hét kell vallanom. Megmondanád neki? Igen. Oké, nem fogok színi, de a jó öreg Dr. Bubó meghalt. Ez nem létezik. Mégis kinek hiszel? Nekem vagy annak a kislánynak. Várj, tudod, de csak vissza. Eleget visszajötték a magáim. Minden meg fog változni minden. De ahogy is a bűntudat a helyből. Úgyhogy sajnálom, hogy ezt kell tenni. Így álljon! Ezt a rúgáljon! Hát én most hozom a vízilóbőrt. Jó éteket, kapitány. Jó éteket is. Hát nem hiába hívják, hogy a kártya az ördög bibliája. Maga mit játszik? Bocsánat, attól tudtok, hogy remek játékot játszok. Maga csak ne játszogasson, foglalkozzon a munkával, meg maga repülni fog. Tudtuk valójában, hogy tudja, hogy Zirobról van szó. Tényleg változott. Túlót, tudhatná, hogy éppen céget takek az ember. Uram, a kapitány jött. Fél az udvar. Bocsánatot kérek. Uram, itt vagyok. Kapitány, elfogta azt a tolvajt? Hát persze. Vagyis, hogy nem. Mi tud maga Robról? Épp ezért a Rob nagyon megváltozott. Na persze. Pedig ez igaz. Tényleg megváltoztam, csak a bácikám teljesen túl messzire ment. Kinyílni azt a tolvajt? Megapikáram. Szatok rá, óram! Elfogtam ezt a dúrkot. Áj! Csend! Biztos úr, Kréton tényleg túl messze ment. Attól tartok, hogy mégis le kell zárni ezt az utat. Lezáradni. De ez egy ellenes. Ráadásul még jó, hogy legalább az én kadítom még szamazodik. Így igaz, tényleg láttam, Kréton valami rosszban szántik el. Maga szerencsétlen, és te nevezel magadnak Kréton-nak. Tűnés! Jujj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 
Katona utat lezárni, Creighton nem szökhet meg, amit magát illeti. Szabályozhat, hát köszönöm. Igazán kedvezentől. Nagyon is köszönöm. Fiúk, mától kezdve kódolni fogunk, mint az asszonyok. Beöltözünk asszonynak. Milyen gyönyörű.
Kész vannak a bombák? Mi ez? Hol van a kalétom? Na mindegy. Tudod, felszabadulom. Nem vagyok ennyi a fajtiszta. Na drága doktor, hogy érzi magát? Nem túl jól. Maga alá való szívész. Azonnan oltozzon el. Ezt nem fogja megúszni. Hanem ameddig meg nem lesz a kapitány. Itt vagyok, te takajpóz. Tuki, megmenekítünk. Vége a játéknak. Vissza. Vissza különben a gyermekeidnek, már annyira spolka nincs itt. Szeppelkesze, Bence. Csak az egészet kitaláltam, hogy téged úszítszak, meg a doktor rombolod. Kitettem a maga át akarta ejteni. Gondolhatta volna a maga nem jó ember. Más még te ügyetlen dragat. Intézd el. Nem. Váltókezben minden megváltozik. Kapsz tőlem egy olyan pofajt. Roham! Jaj. Aj! Hú, nem tudtam, hogy ez lesz. Megparancsolom neked, hogy vigyék innen. Utána, drága gazdám. Gazdám. Azonnal jöjjön vissza! A fenelek! Gyerünk, működj már, működj! Állj, állja meg maga! Zsuzsu, vedd a dinamitját! És most eljött a pillanat! Veszed rá róla, te macska, szvén macska! Tudom, mi a befene? Az, hogy a mocskos vén anyának szólnak. Ezrészt... Hiába vagy az apám. Mert te mindig elálltad. Jaj, hát miért volt az kellett? Ott vész! Ne szakálj ott! Szemított gyorsan! Életben vagy, kapitán? Hála ennek, hogy maga itt van. Adjál szépen a gyufát. Gyorsan el kell dobni. Majd ha vagy. Személy. Elfelejtettem neked, kapitány, mit akartam csinálni. Tudod, miért akarlak kiugni, mert folytatsz a követelőzöl. Kiszívott belőlem az életemet. Szókémi próbáltam megkímélni az észészét, de ennek most vége van, mert most kimondom. Én baromira utálom magát. Maga áruló! Ujjjá! Szentelen kerek! Azt hittem, hogy barátok vagyunk. Elárultál! Tudom, mit kapsz! Hé, Baltász! Itt van! Na, vége most már megvan a gyűjt! Na, utszunk neki, testvér! Hú, ez megszökik! Lecsapunk! Na, utszunk! Jó van, kapitány. Lehet a bevállalni. Adjő, kapitány! Ez a kanád még megfizet. Nem hagyhatjuk. Tök nyugi. Volt nekem trükköm a tanszolom. Szépen letéhetünk Balaton ellére. Úgyhogy... Adjő, drága kapitány. Inkább neked adjő, lúzer. Pajucok, ez a dinamit. Fel fog rombanni! Orvost! Mosszáros egek! Ez meg mi volt?
Hát úgy hívják, hogy biztonsági őr. A robbantás művészete vagyok. Megmentette az életüket, és hálán kérjük, fogadta ezt a ajándékot. Pontosabban egy orvos szexak magának. Köszönöm, doktor, de kapitán nélkül nem mentem volna. Hát, igaz elköteleztél. Tisztelt kapitány, hogy mondja pohár közöntött azért, hogy maga leállított a krétont. Úgyhogy hálán kívül fogadja ezt az ajándékot. Köszönöm. De a drága lob nélkül nem sikerülhetett volna. De azokat a két lulkókat elvisszük, nem viszik el, akkor majd mi elvitetjük. Juttasszak be a börtönbe. Na megálljon, kapitány, nagyon megfizett. Bahogy is elfelejtkeztem, mostantól végül jól alakultak a dolgok, igaz, kapitány? 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 Hol van Zsuzsi? Zsuzsi már hazament. Nézd, éppen békézik. Zsuzsu, te tégíthass minket? Vagy zárszom meg dokikám, de attól tartok kénytelen leszek. Új világot kell látnom. De üzenje meg kapitánynak, hogy nagyon szeretem. Vajzeg egy minutot. Szívesen veled menjék. Hiszen összesen házasodtunk. Az hozzám jönni feleségül. Te vén butus, hát persze hozzám megyek. Na, menjünk. Kapitány, kösz mindent. Nincs vét. Azért nekem is haza kéne mennem. Isten belétek. Na, együnk valami pizzát. Az jó hangzik. Otthon édes otthon. Egy pillanat, hol van Csőmester? Miatt ne fájja a feje, kapitány. Jó helyen van ott. Hát akkor ideje szénekelni. Az erdőben sok barátom nem titál, de hűbb nincs, mint orka senki már. A legjobb kapitány az enyém, azt hiszem. A barátom hangja csak nekem szól, dal már is a szívem. A barátom hangja csak nekem szól, dal már is a szívem. Hol a madárka hangja, csak nekem szól, mint az otthonom. Hol a madárka hangja, csak nekem szól, mint az otthonom. Az erdőben van sok barátom, nem vitál, de hűbb nincs, mint orka senki már. A legjobb kapitány az enyém, azt hiszem. Ha a barátom hangja csak nekem szól, dalod már is a szívem. Ha a barátom hangja csak nekem szól, dalod 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 nekem szól. Az erdőben van sok barátom, nem vitál, de hűbb nincs, mint orka senki már. A legjobb kapitány az enyém, azt hiszem. Ha a barátom